Üdvözöllek benneteket, ez a 13. Python programozásos videó, és megint kicsit kijött a számmisztika, mert a 2013. május 13-as feladatot sikerült kiválasztani, pedig higgyétek el, hogy megint csak tisztára most veszem észre, és nem játszottam rá erre. Mindegy, alapvetően nem hiszek ezekben a hülyeségekben, csak úgy megint észrevettem ezt az érdekességet. Lényeg a lényeg, hogy ebben azért is választottam ezt, mert van benne egyrésztről megint egy érdekesség, ami nélkül ugyanúgy megoldható lenne a feladat, de ez még jobban össze tudja tömöríteni. Másrészt meg, hogyha nem csak az érettségiben gondolkodunk, akkor is egy érdekes Python funkció. Ezen kívül meg ugye az osztályok, és hát így az objektumok szerepelnek benne. Nem muszáj lenne, hogy szerepeljenek, nem feltétlenül mondom azt, hogy ez a királyi út. Lehet, hogy egyszerűen több különálló lista használata, vagy egyszerűen egy közös listába több ilyen kis részlistát berakni, az is célra vezető lehet, vagy adott esetben még praktikusabb, de ezt választottam, és ez is tulajdonképpen elég egyszerű megoldást eredményezett, és így tudom is vele demonstrálni, hogy hogyan lehet alapvetően használni ezeket. A keret történet az egy ilyen választásos di, 12.345 szavazó van, 8 választókerület van, van 5 párt, illetve hát egy a függetlenek, aztán van a GYEP, a HEP, a TISZ és a ZEP. Mint gyümölcsevők pártja, húsevők pártja, tejvok szövetsége és zöldségevők pártja. És jó, minden választókerületben az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapta, és minden ember csak egy választókerületben indulhat, tehát a név az nem ismétlődhet, meg maga a személy sem. Itt mutatja, hogy a szavazatok.txt szóközökkel tagolt fájlban hogyan szerepel az adat. Az első, hogy melyik választókerületben, másodjára, hogy hány szavazatot, utána, hogy kicsoda, külön ugye vezetéknév, keresztnév, mind a kettőből egy darab lehetséges, és a legvégén pedig a párt. Választás néven kell elkészíteni a programunkat, ami az alábbi kérdésekre válaszol. Minden részfeladat feldolgozása során ki kell írni a feladat sorszámát, és ahol bekérünk adatot, ott ki kell írni a képernyőre, hogy mit szeretnénk kapni. Kezdődik kis a matiné, olvassa be a szavazatok.txt fájl adatait, majd ezek felhasználásával oldja meg a következő feladatokat. Az adatfájlban legfeljebb 100 képviselő jelölt adatai szerepelnek. Nem tudom, miért jött külön ez a nek. Úgyhogy itt már látszik is a varázslat, hogy egy sor nevű eléggé egyszerű osztályt hoztam létre. Nyilván ez arra utal, hogy egy sornak a tartalmát tömöríti ez az osztály. Úgy inicializáljuk létrehozásnál, hogy magának a sornak a tartalmát fogja paraméterül várni. Ezt a szóközök mentén széthasítja, és akkor az egyik attribútuma lesz a VK, vagyis hát a választókerület, ami a széthasítás utáni első szelet egész számmá konvertálva. A második szelet az ugye a szavazatok száma, a szav, utána a vezetéknév vez, azt már nem is kell ugye számmá konvertálni, mert nem is tudnánk. Aztán a keresztnév, majdnem a választókerületet akartam, de a keresztnév az a ker, a harmadik, vagy hát a negyedik már a valóságban szeletek közül, és végül a párt, ami egyszerűen csak párt. Majd erről a stringé konvertálódásról később, mert ez majd egy fájlba írásos feladatnál lesz egy kicsit jelentősebb, mint amilyen most. Tehát én azt állítom, hogy lehetne ezt úgy is, most láthatjátok, hogy egy datatömb van, ahogy szokott. Itt megnyitom a fájlt, ezt kicsit régebben csináltam, úgyhogy itt szerepel az R opcionális paraméter is. Végig megyünk a sorokon, ugye? Azért ezt még itt önmagának elvégzi, hogy levágja a végéről a backslash end egy R strippel,
és ugye erre hívom meg magát a sort, és így építem fel magát az objektumot. Tehát ez a sor kvázi függvény, ez létrehozza az objektumot, és ezt nem muszáj nekünk külön egy változónak értékül adni, hanem ahogyan itt is történik, egyből berakjuk a datába. Tehát mondom, ezt úgy is lehetett volna, hogyha nem ilyen objektumosan akarjuk megoldani, hogy itt kézzel felszabdaljuk, tehát mondjuk itt lenne az act line pont, mondjuk strip legyen akkor, pont split, szóköz, és akkor itt külön, hogy lenne egy csomó tömb, nem csak egy data, hanem most tegyük fel, hogy létrehoztam külön a tömböket, és akkor mondanám, hogy vk.append int act 0. Tehát, hogyha mondjuk ugyanazokkal a nevekkel gondolkozunk, sav.append int act 1. És így tovább, és így tovább. És akkor ugye ezek mind egyforma hosszúságú tömbök lennének, és ugye az index számok azok ugyanazokra a személyekre vonatkoznának mindegyik tömb esetén, hiszen párhuzamosan növekedtek. Mondom, ez lehet, hogy még egyszerűbb is tud lenni. Én jobban szeretem ezt a logikusabb tagolást, ami néha egy picit bonyolítja ezt az osztályos módszert. Másrészt itt így praktikus volt és átlátható ez a stringé konvertálás, tehát itt azért valamennyire meg is térült ez a lehetőség. A második feladat csak a szokásos. Hány képviselő jelölt indult a helyhatósági választáson? Szép mondatba válaszoljunk. Na már most ez még mindig nem lett egy nehéz feladat, mint hogy le tudjuk kérni ugye magának a data tömbnek a hosszát, és így ennyi. Utána jön egy olyan feladat, amit észre is vettem, hogy mivel át akartam írni a videó előtt, de félkész állapotban maradt, úgyhogy most egy másik, talán átláthatóbb megoldást fogok kitalálni. Kérjebb egy képviselőjelölt vezetéknevét és utónevét, majd írjuk ki a képernyőre, hogy az illető hány szavazatot kapott. Ha a belolvasott név nem szerepel a nyilvántartásban, úgy jelenje meg a képernyőn, az ilyen nevű képviselőjelölt nem szerepel a nyilvántartásban. Figyelmeztetés. Feltételezhető, hogy nem indult két azonos nevű képviselőjelölt, amíg jó, hogy különben elég bajos lenne. Úgyhogy teljes névnevű változóba be is kértem a képviselő teljes nevét. Ez ugye még nem bonyolult, és akkor arra gondoltam most, hogy egy for ciklust fogunk írni. For element data. És hogyha a teljes név az megegyezik az aktuális elemnek a vezetékneve, plusz ugye egy szóközzel elválasztva még odarakom mögé a keresztnevét, ha ezzel megegyezik, akkor egyszerűen kiírom, hogy hány szavazatot, igen, hogy hány szavazatot. Tehát itt például láthatjátok, hogy itt úgy jött vissza az, hogy objektumot használtam, hogy különben, hogy az index számot át tudjam vinni egyik tömbről a másikra, akkor kellett volna, hogy hívják a for in range ciklus kellett volna, tehát range-et kellett volna használni. Persze mindig lett volna egy harmadik lehetőség is, hogy ugyanúgy csináljuk, mint itt, csak nem objektumokkal, hanem egy sima tömböt használunk, nem pedig objektumot, tehát nem ilyen nevekkel látjuk el, hogy VK, meg SAV, meg VEZ, meg KER, meg PART, hanem egyszerűen ezek index számokkal érhetők el, hogy a 0 az a választókerület, az 1 az a szavazatok száma, stb. De akkor meg már ez mennyivel elegánsabb, na, valljátok be. Szóval itt most az volt az előnyünk ahhoz képest, hogyha ezek külön listák lettek volna, hogy az indexet nem kell felhasználnunk, hanem így egyből mondhatom is, hogy akkor mondjuk print ez a képviselőjelölt
valahány szavazatot kapott, ahol a valahány az az elem.szav. Ugye ugyanabban az elemben vagyunk, csak most a szavazatok számát kérjük le. És akkor tulajdonképpen, ha elegánsak akarunk lenni, tehát most egy sort akarunk-e spórolni, vagy inkább egy tized másodpercet akarunk megspórolni, tehát ide mondjuk berakok egy breaket, de nem, ez jobb is, ha berakok egy breaket, ennek többlet funkció is van. Tehát hogyha megtaláltuk az illetőt, mert ez így gyakorlatilag mechanikusan megírtunk egy keresést, szóval megtaláltuk az illetőt, akkor ugye a ciklus ki is léphet. Viszont mi van, hogyha végig nem találtuk meg az illetőt, amikor ugye ezt a szöveget be kéne írni, ezt meg is próbálom kimásolni. Jó, sikerült is tulajdonképpen. Tehát ha nem találtuk meg, akkor pedig mutattam ugye, hogy else ága is lehet egy ciklusnak. Tehát látható, hogy ez most nem az if-fel van egy szinten, hanem magával a ciklussal. Tehát hogyha úgy ért véget a ciklus, hogy nem tudott elbrékelni, akkor fog lefutni az elszág, és ilyenkor kiírjuk, csak nem ilyen idézőjellel, hanem apostroffal, vagy hát ugye duplás idézőjellel is lehetne, hogy ilyen nevű képviselőjelölt nem szerepel a nyilvántartásban. És most már jónak kell lenni ennek a feladatnak. Igen, tehát amit korábban csináltam miscomprehensionnel, az valamivel rövidebb volt, de hát ez azért jóval átláthatóbb, az is ott van mellette. Tehát jóval rövidebbek a sorok. Meg úgy redundánsabb volt, tehát úgy egy sor többször is ugyanúgy le kellett írni miscomprehensionnel. Az meg nem túl elegáns. Na már most. Határozza meg, hányan adták le szavazatukat, és mennyi volt a részvételi arány. Tehát, hogy a jogosultak hány százaléka szavazott. Ugye 12.345 jogosult volt. És ezt két tizedes egy pontossággal százalékos formában kell kiírni. Tehát ott is egy tök jó mintát. No már most ezt is csak ilyen tökre fapados módszerrel oldottam meg, hogy összeget azt indítom nulláról, végig megyek a teljes tömbön, és mindig az összeghez hozzáadom, hogy az aktuális elem az hány szavazatot jelent. De ezt persze szintén lehetne, úgyhogy ezt most le is fogom cserélni egy list comprehensionre, és szurkolok, hogy ne rontsam el közben, szóval sum. Tehát egyből az összegző mechanizmust használom, azonban ugye mivel itt objektumok vannak, amiket nem tudok összeadni, ezért egy list comprehensiont is be kell vetni, vagy hát ilyen szögletes zárójel nélküli list comprehensiont. Vagyis elem.szav for elem in data. Tehát végig megyek ugyanúgy a tömbön, és mindig visszadobom, hogy hányan szavaztak az aktuális illetőre, és a végén ezeket a visszadobott eredményeket összeszumolom. És akkor már csak ki kell iratni, hogy mennyi lakos szavazott, és ez hány százalékos részvételi arányt jelent, ugye? Amit úgy formatáltam, ugye, hogy 0.2 LF, vagyis hogy két tizedes jegyre, és utána a két darab százalékjel jelenti ugye azt, hogy ki szeretnék iratni egy darab százalékjelet. És akkor az első ugye az összeg, utána pedig az összeget elosztom az összes jogosulttal, tehát a 12.345-tel, és visszaszorzok százzal, hiszen százalékban szeretném megkapni. Íme, és akkor most jön az újdonság, szerintem már szemfülesebbek kiszúrták ezt az exek függvényt, amit hát sokkal inkább illene Pascalos logikával eljárásnak nevezni. Egyelőre csak egy sima Python shell-t nyitok, üresen, nem fordítok. Szóval
Igazából két függvényről lenne szó, és mondom, az exek az inkább jogosult lenne az eljárás megnevezésre, hiszen nincsen visszatérés értéke, míg az eválnak van. Szóval az exek az azt csinálja, itt látható, hogy globals, locals, ezeket nem is használtam, tehát ennyire magas szinten nem is használtam, de lényegében az azt csinálja, hogy amilyen stringet megadsz neki, azt fogja végrehajtani. Tehát ugye mit csinálnál alapból, mondjuk A egyenlő 5, és akkor az megkapta az 5-ös értéket. Na már most én úgy döntök, hogy az A az inkább legyen 4, és akkor exec úgy is megoldható, hogy így odaírom stringbe, hogy A egyenlő 4. És akkor látható, nem dobott vissza semmit, viszont A az megkapta a 4-es értéket. Aztán nem tudom, hogy például a törlésem most hadilában állok-e, hogy megpróbálom kitörölni a változót. És igen, most sikerült is. Tehát például most egy törlést hajtottam végre, de ez ugye nem fontos, csak most inkább ezt így magamnak kipróbáltam. De, tehát ez a lényeg, hogy az exec az tulajdonképpen ilyen visszatérési érték nélküli parancsokat, tehát jellemzően értékadásokat tud végrehajtani. Erre lehet jól használni. Az eval az ezzel szemben műveleteket tud kiértékelni. Tehát látható, hogy ő egy value-t visszadob. És hát ez fontos is, mert neki például értékadást nem szabad megadni. Mert invalid szintax, tehát látható, hogy ez az ő szintaktikájába az értékadás nem fér bele. Az A egyenlő 4 az belefér, csak ez szerintem hibát fog dobni, hiszen nincsen A nevű változó. Igen, tehát ez már más jellegű hibát dobott, de mondjuk ha exekkel mondjuk, hogy így hülyeskedjünk, létrehozom, hogy A egyenlő 4, és akkor eval A az vajon egyenlő-e 4-gel, akkor ő visszaírja, hogy true. Tehát, vagy például nézzük a különbséget, exek 1 meg 1, mivel nincsen visszatérési értéke, ez meg ugye nem csinál semmit ez az állítás, ezért eldobta ezt a semmit is. Míg az eval 1 meg 1, az 2 lesz. És ez azért jó, mert itt mindjárt látni fogjátok a következő feladatnál, hogy különböző nevekre különböző változókat kell létrehozni, amikkel gyűjtjük az adatot. Szóval nézzük is. Határozza meg és írassa ki a képernyőre az egyes pártokra leadott szavazatok arányát az összes leadott szavazathoz képest 2/10 egy pontossággal. A független jelölteket együtt független jelöltek néven szerepeltesse. Lássuk is, hogy kapcsolódik ez az előbbihez. Ez kérem szépen úgy kapcsolódik, hogy ugye alapvetően ehhez egy ilyen if, elif, 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 elif szerkezetet kéne használni. Mert itt már azt hiszem, hogy a conditional operator esetekre bontása se sokat segít, hiszen olyankor nem különböző értéket kell hozzáadni valamihez, hanem különböző dolgokhoz kell hozzáadni ugyanazt az értéket. És azt meg nem nagyon tudjuk conditional operátorral sem megcsinálni, hogy az értékadásnak a bal oldalát tesszük így feltételessé. Szóval ez egy if, elif, 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 elif módszerrel lenne szabályosan megoldható, hogy ugye végigmegyünk. Tehát akkor nézzük is, ez úgy néz neki, hogy for element data, és akkor if elem.part az egyenlő mondjuk gyep, akkor tegyük fel, hogy most ez a deklarálás ez fölül van, csak véletlenül alulra került, tehát akkor gyep meg egyenlő 1, vagy hát nem 1, hanem annyi, ahányan szavaztak, tehát elem.szav, és akkor elif elem.párt egyenlő mondjuk 10, és akkor 10 meg egyenlő elem.szav. Tehát hogy ez így tökre ilyen rabszolgamunka, hogy ezeket így végig kell írni. Így meg az exekkel, tehát simán létrehoztam
olyan nevűre hoztam létre a változókat, már amennyire lehetett, ugye a függetlennél ez nem volt megoldható, hiszen mínuszjel mégse lehet a változó neve. De a többit az direkt olyanra hoztam létre, hogy jeb, zeb, tisz, heb, fugt. Szóval, ahogyan szerepelt magában a fájlban, hogy így tudjak vele ciklikusan dolgozni. És akkor 0, 0, 0, 0, 0. De már most szólok, ahogyan én nézem az órámat, hogy hosszú lesz ez a videó, mert a végére még amennyire lehet Excel-lel egy kis ellenőrzést is rittyentenék. Szóval, és nézzük ezt a ciklikusságot. Szóval végig megyünk a tömbön, ugyanúgy, mint normálisan, viszont egy exeket fogunk használni, és az elempont pártnak adunk voltak éppen értéket, ami egy string. Tehát az elempont párt az ugye most változóként fog értelmeződni, tehát ugyanúgy, hogy itt vannak jeb, zeb, tisz, heb, most ugye a függetlent azt nem számítjuk, mert a független az meg úgy kerül a helyére. Hogyha független volt, tehát kötőjel lenne a név, akkor a kötőjelet azt a replace-szel lecserélem arra, hogy fugt, tehát így már az is stimmel. Tehát bal oldalra az aktuális pártnak a használt neve kerül, és ennek a változónak, amiket itt fölül létrehoztunk ezekkel a nevekkel, plusz egy ellő, tehát hozzáadjuk az elempont szavazókat, tehát az aktuális sornak a szavazó értékét, és így ezáltal az aktuális párthoz hozzáadjuk az aktuális szavazókat. Ezt ugye azért kellett stringé konvertálni, hiszen az exekben mindennek stringnek kell lennie. Hoppá. Most üres is. Ahogyan láthattátok, hogy ugye ha azt mondom, hogy A egyenlőt, mondjuk így, exek, A, és direkt így széttagolom. Tehát látható, hogy az ötöt is így stringként kell megadnom. Mert ha nem így adnám meg, tehát hogyha tényleg azt akarom, hogy egy string legyen, akkor megint direkt így széttagolom. Akkor ahogyan mutattam, hogy escape-elni lehet az idézőjelet, egyrészt ugye lehet így, hogy backslash idézőjel, és akkor így beírom. Utána is backslash idézőjel, és aztán egy simával lezárom. És akkor az A az már látható, hogy stringként kapta meg az ötöt. Vagy pedig ezt úgy is el lehet érni, hogy A egyenlő, most a négyet szeretném. Akkor a másik fajta idézőjelet használom, a Python ugye mind a kettőt érti. És így azt nem is kell leszképelni. És látható, hogy akkor pedig négy lett. Tehát így még ki is lehet azt használni, hogy a Python mind a két fajta idézőjelet elfogadja. Mert ugye az apostrófok között maga a normál idézőjel nem számít lezárásnak. Úgyhogy ezt nem is kell így kvázi eszképelni. Ugyanakkor ugyanúgy stringnek fog értelmeződni az A egyenlő 4, akkor is, hogyha ő idézőjeleket talál, nem pedig apostrófokat. Szóval ez volt ennek a kódnak a magyarázata. Mondom egyébként, hogyha valakinek ez túl bonyolult, akkor ezzel az if, elif, 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 elif módszerrel tudja szerintem még mindig legegyszerűbben megoldani. És utána ugye ettől a borzasztó hosszú sortól meg már nem kell megijedni, mert ez csak kiíratás, hogy ugye mindegyiket 2% vagy 2 tizedes pontossággal, utána a százalékjel, és a végén bekerül a formázás, hogy ugye a gyepet azt az összes részvevővel, tehát az összeggel kell elosztani, amit kikalkuláltunk, visszaszorzunk százal, mert százalék, és ugyanezt az összesre eljátsszuk. Az már nem túl nehéz. Utána ki kell számolni, hogy melyik jelölt kapta a legtöbb szavazatot, ezt is valamiért eredetileg ki is hagytam. Azért gondolom, hogy érettségi nem hagytam volna ki, de most már ezt korábban pótoltam. Szóval jelenítse meg a képernyőn képviselő vezeték és utónevét, valamint az öt támogató párt rövidítését, vagy azt, hogy független. Ha több ilyen képviselő is van, akkor mindegyik adatai jelenjenek meg. Itt viszont akkor nagyon, nem tudom, nagyon agresszív kismalac kedvemben voltam, mert ezt ilyen brutálisan összetömörítettem konkrétan, nem is tudom, egy vagy két sor.
és úgy, hogy még azt is eltörtem, tehát már úgy lett több, hogy félbetörtem egy backslash-sel. Itt ezt ugye azzal próbálták megnehezíteni, hogy ha több ilyen képviselő is van, akkor mindegyik adatai jelenjenek meg. De hát kérem szépen, least comprehension mire van kitalálva? Tehát látható, hogy ez úgy lett két sor, vagyis hát három, de azért három, mert ugye backslash-sel eltörtem a sort, hogy olvashatóbb legyen. Tehát kettő lenne, de hát tulajdonképpen egy lenne, mert két print követi egymást, tehát azokat még egybeírhattam volna, hogyha még inkább agresszív kismalac kedvemben vagyok. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a logikus sorrendben nézzük, nem pedig a least comprehension szintaktikája szerint. Szóval először is, ugye for elemind data, ez világos, végig megyünk a tömbön megint. És akkor kell ugye kiíratni az adatait, hogyha a szavazata ugyanannyi, mint a legnagyobb szavazat. Ugye ezért kellett többször, mert nem lehet ezt indexsel lekérni, hiszen az csak egyet adna vissza, hanem mindegyik olyat, aminek a szavazata megegyezik a maximummal. Na már most itt viszont megint hátrányba kerülünk, tehát most megint egy előny, egy hátrány. Most így ugye nem tudjuk simán azt, hogy a max data, mert egyelőre a data elemei azok objektumok, nem tudja rájuk értelmezni, hogy melyik a kisebb, melyik a nagyobb. Úgyhogy megtanítjuk neki a key segítségével, egy olyan lambda függvényt adunk meg, hogy mindegyik objektumot helyettesítse a hozzátartozó szavazat számmal, és így már tudja, hogy az a maximális objektum, ami a legtöbb szavazatot kapta. Na de attól még a maximum eredménye még mindig az objektum. Úgyhogy erre még külön rá kell rakni, hogy a szavazatok szerint legnagyobb objektumnak a szavazatai. Tehát, hogyha ezzel a maximális szavazat számmal megegyezik az éppen vizsgált elemnek a szavazat száma, akkor egy ilyen szép hosszú kiíratást csinálunk. Ugye, hogy jönnek ezek egymás után, mit kért? Vezeték és utónév, valamint a párt rövidítése. Tehát nyilván első az a vezetéknév, itt is látszik, utána a keresztnév, vagy ha utónév ki, hogy szereti, és végül a pártnak a neve. Ide meg egy conditional operátort még benyomattam, hogy ugye akkor a pártnak a neve, hogyha ő nem független, akkor pedig ugye azt kell kiíratni helyette, hogy független. Tehát ez az egész, ami innentől nem is kell az idézőjelbe, vagy ami a zárójelet belevenni. Tehát egészen idáig ez az egész, ez egy least comprehension, aminek az a mondani valója, hogy végigmegyünk a tömbön, és ha olyan elemet találunk, ami megegyezik, ami ugyanannyit szavazatot kapott, mint amennyi a maximális szavazatszám, akkor a megfelelő adatokat, amiket ki szeretnénk iratni, azokat dobjuk vissza. És akkor így kapunk egy olyan listát, amiben itt szerepelnek a megfelelő adatok, tehát hogy így ebbe kigyűjtöttük azokat, akik a legtöbb szavazatot kapták, méghozzá a megfelelő kiíratási móddal. Úgyhogy ezt már csak egy enterrel össze kell joinolni, mert azt hiszem azt kérte is, hogy nem csak azt mondta, hogy mindegyik adatai jelenjenek meg, tehát lehetett volna ezt vesszővel is elválasztani, de én így most mindegyiket új sorba írom, hiszen ugye így enterrel joinoltam össze az ő adataikat. Na de azt mondtam, hogy egy előny, egy hátrány, úgyhogy még egy előny a végére befigyel. Szóval határozza meg, hogy az egyes választókerületekben kik lettek a képviselők. Írja ki a választókerület sorszámát, a győztes vezeték és utónevét, valamint az őt támogató párt rövidítését, vagy azt, hogy független, egy-egy szóközzel elválasztva a képviselők.txt szöveges fájlba. Ez kicsit átláthatóbb legyen. Nem tudom, ezzel mindig siránkozik, de tök mindegy, mert úgyis ilyen sima, ékezetmentes a fájl. Tehát így néz ki. Választókerület, nyertes, párt. Vagy hát az, hogy független. Amúgy tényleg jó lett, mert ez nem volt ékezetmentes. Akkor tényleg ez volt az. Nem értem. De nem ment. Ja, de mentenem kellett volna, basszus, hogy ne dobja fel még egyszer ezt a hülyeséget. Akkor elmentem, üsse kavics.
Még az entert is kitörlöm a végéről. Ezt azért, ahogy látom, visszadobta. Na mindegy. Szóval 7. feladat. Megnyitjuk írásra a képviselők.txt fájlt. És végig megyünk ugye 1-től 9-ig azért, mert az 1-es az legyen benne. És a 8-as a legnagyobb, ami még benne van. Hiszen 8 választókerületről volt szó. És akkor itt kerül elő az, hogy azt kérem, hogy úgy konvertálódjon stringé, ez a mi objektum típusunk, tehát egy sor, az úgy konvertálódik stringé, hogy veszük ugye a választókerületet stringként, aztán hozzáfűzzük a vezetéknevét, a keresztnevét, végül pedig vagy a pártot, hogyha az normális név, vagy pedig a független szócskát. Tehát ez például így praktikus és átlátható, kicsit átláthatóbb, mint hogyha össze kéne legóznunk a többféle listából. És akkor innentől kezdve az a dolgunk, hogy mindegyik választókerületből a legnagyobb szavazószámot keresjük. Tehát látható, azért van itt megint ez a maximum. Itt ugye már arra nincsen szükség, hogy annak csak ilyen, meg csak olyan mezőjét jelenítsük meg, hiszen stringé konvertáljuk magát a legjobb adatokkal rendelkezőt, és akkor egyből az ő adatait olyan formában fogjuk kiíratni, amilyen formában szeretnénk, hogy kiíródjon. Viszont vannak bizonyos szempontok, amikor keresjük a maximumot, méghozzá, hogy ugye végigmegyünk a teljes tömbön, de most csak azokat nézzük, akiknek a választókerülete az az aktuális szám. Tehát most azok közül keressük ki, megint ugyanaz a ki, tehát hogy a szavazatok száma szerint rendezünk, de csak azok közül válogattunk, akik az éppen vizsgált választókerületben vannak. És akkor így ugye megkapjuk azt a sort, amelyik a nyerteshez tartozik, és az ő adatait stringé konvertáljuk. Arra megvan a megfelelő szabályunk, hiszen azt definiáltuk, ugye a megfelelő kiíratás fog megtörténni. A végére már csak oda bigyeztünk egy entert. És akkor most nézzük, hogy mi lett ennek az eredménye. Mondjuk volt azt hiszem Halmi Helga, ez az én nagy kedvencem, 13 szavazatot kapott. Jó, ismerős számok jönnek. Jó, nagyon remélem, hogy jó, látható, hogy tényleg jogos volt a feltételezés, mert hárman nyertek. Hárman kapták ugyanúgy a legtöbb szavazatot, és ugye 7. feladat, ezt már kérte, hogy írassuk ki, de hát akkor ugye nem történt semmi a képernyőn. És akkor most szerintem a választást az be is lehet zárni. Ha valakinek szüksége lenne a forráskódra, akkor én ezt szívesen publikálom, meg ugye kérdezni is mindig lehet. És akkor most nyitok egy Excel-t. Ha tudok gépelni, persze. Hangom azért nincsen tökéletes állapotban. De most már végig csinálom. Jön az üres munkafüzet, és akkor ugye adatok, szövegből. Ő volt a... Melyik volt választás? Nem az volt képviselő? Mi volt ez? Nem az volt. Hát akkor inkább megnézem. Ez lesz a legjobb. Szavazatok. Szavazatok.txt. Megcsináljuk a jó kis importálást. Ugye szó köz volt a tagoló. Mert hát ugye aki érettségére megy, annak az Excel az mindig kézre áll. Úgyhogy ez segített az ellenőrzésben. Mivel azért van benne bonyolultabb feladat, főleg itt az utolsóra gondolok, amit nem túl könnyű ellenőrizni, de mivel tudjuk, hogy a fájl nem túl hosszú, ezért szemmel is tudnánk ellenőrizni, hogyha megfelelő sorrendben lennének az adatok. Éppen ezért az azonos választókerületeket egy rendezéssel egymás mellé dobtam,
és így könnyű leolvasni, hogy Petra Ezsen Petra nyert, meg oldalas Olga, tehát így azt is könnyű ellenőrizni. És nézzük a további feladatokat. Szóval hány képviselőjelölt indult, ehhez nem is kell ugye írnunk semmit, mert tudjuk, hogy maximum 100, és látjuk 40 sor van, hát akkor 40-en indultak. És tényleg 40-en indultak. Halmi Helgát is le tudjuk ellenőrizni. Persze nyilván ez nem ad 100%-os garanciát nekünk, csak jó valószínűséget, hogy tényleg normálisan működik. Tehát itt is van. 13 Halmi Helga. Ezt is gyakorlatilag még leolvasni is tudtuk, de hát egy ilyen holpontvanos trükkel is meg lehetett volna találni. Hát ugye ilyen nevű, az meg pláne könnyű, de hát ezeket kereséssel is még le lehet ellenőrizni gyakorlatilag. És akkor hányan vettek részt? Ajajajajaj. Simán beszumolom. 4713. Ezt nem minden kéne nézni. És csak ugyanannyi vett részt. És akkor ezt már el is tudom osztani. B41 per 1, 2, 3, 4, 5. Jó, hát nagyon jónak néz ki. Nem ez az, hanem ez az. Végre egyszer a hangrögzítés is megtette a hatását, hogy hallottátok ezt a Windows-os hiba hangot. Ez is jó volt. Aztán a pártokat kéne ugye kigyűjteni. Na akkor mondjuk beírom, hogy JEP, HEP, kötőjel, ZEP és a TISZ. Akkor, hogy hány százalék, azt kéne kiíratni? Mintha azt láttam volna, igen. Úgyhogy ez egy szumha lesz. A kritériumokat ugye az E1-től E40-ig tartó rögzített tartományban találjuk. A kritérium az a mellette levő betűjel, H1, és miket adunk össze? A szavazatokat, amelyek pedig a B-oszlopban vannak, 1-től a 40-ig szintén rögzítve. Viszont ez még ugye kevés, mert 1, 2, 3, 4, 5. Na, valami nem úgy jött, ahogyan kellett volna jönnie. Nekiálltam gondolkozni, aztán közben meg ilyen tök banális hiba volt. Egyszerűen nem az összes emberrel kellett volna elosztani, hanem azokkal, akik indultak. Vagyis akik elmentek szavazni, na. Tehát a B41-jel kellett volna elosztani, és akkor gyanítom, hogy kijött volna. És igen. Így, né? És tadám. Nyilván más sorrendben vannak felírva, de jönnek ki a jó számok. És akkor azt ajánlom, hogy ezt a legtöbb szavazatot, ezt megint. Ugye a maximum értéket, azt könnyen ki tudjuk keresni. Azt mondjuk még meg is csinálom, na de három ilyet visszatérnének szebbe, nem tudnék, az biztos. Na most nem is rögzítem, mert tök mindegy, úgyse húzzuk le. Tehát a 288-as embereket kell néznünk. Ott van Joghurt Jakab, Vadas Marcel és Narancs Edmond. Csak nem itt kéne megint megnézni. Ők bizony ott is vannak. És akkor végén, hogy ki nyert, azt megmondom megint csak... Ebben az esetben, mert ugye ezek az Excel-ek ilyen programozásoshoz soha nem egy ilyen univerzális megoldás,
Éppen ezért erre a feladatra nézve ott megint csak szerintem célszerűbb azért is csináltam a sorbarendezést, hogy az ember szemmel sokkal gyorsabban le tudja ellenőrizni, mint amíg kitalálna rá valami Excel képletet. Én nem is voltam benne biztos, hogy ezt meg tudom oldani. Tehát így könnyen leolvasható, Petrezsen Petra, Oldalas Olga, Szenét Nagy Látom Fejes, vagy ez Teljes Attila, szóval Monitor Tibor, tehát ezt így viszonylag egyszerűen szemmel le lehet ellenőrizni. És hát nekem momentán jutott volna rá időm, meg hát jutott is, csak hát ugye nem ez a feladat volt. Úgyhogy azért is mutattam meg most ezt is, hogy hogyan lehetne Excel-el bohóckodni, hogyha az ember nem biztos abban, hogy jó lett a megoldás. Ugye itt csak az jelenthet problémát, hogyha az ember nem biztos abban, hogy jó-e az Excel. Tehát, hogyha ezt akarod csinálni, akkor valószínűleg kicsit az Excel-el is ezt már előre kell tervezni. De hát ugye sok minden olyan van, amit meg valamit teljesen adhok megoldással, mondjuk szemmel le tudsz ellenőrizni, vagy mondjuk ilyen Word-be berakod, és akkor Ctrl-F-fel keresel benne bizonyos szakaszokat. Lényeg a lényeg, hogy most így a végére még bebigyeztettem egy ilyen ellenőrzésesdit is. Viszont ezzel már végképp egy rohadt hosszú videó kerekedett ki ebből. De azért remélem, hogy megérte. Újdonságokat most már tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy olyat, ami kimondottan érettségébe beépíthető, nem is biztos, hogy tudok még mutatni. De azért még ilyen érettségi feladatok mindenképpen lesznek, meg még vannak olyan dolgok, hogy akár érettségihez való, akár nem érettségihez, azért a sorozatban mindenképpen beszeretném venni. De gondolom, hogy ezek után már arra nem nagyon szorultok, hogy tovább húzom az időtöket, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!